Istenek ajándéka sport, élet éltető vizel. Versa. Táncol. És énekes műsorral kezdődött a Gyulai Diák Olimpiai Bajnokság résztvevőinek köszöntése szerdán a Vigadóban. A fürdővárosban hagyomány, hogy tanév végén elismerik a sportoló diákok teljesítményét. Délelőtt azok a fiatalok kaptak elismerő oklevelet, akik országos és megyei versenyeken öregbítették iskolájuk és a város hírnevét, délután pedig a Diák Olimpiai Csapatbajnokság díjazottjai kapták meg érmeiket. Ez is egy jeles hagyomány, amelyre nagyon büszkék lehetünk, hogy ebben a városban évről évre megszervezik ezt a Diák Olimpiai vetélkedőt, amelynek résztvevője minden iskola, és minden iskola évről évre elmondhatja, hogy valamelyik kategóriában, valamelyik korosztályban nagyon szép dobogós helyezést ért el. Ez a sikerélmény is úgy gondolom, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek, a diákok megszeressék, megismerik a sportot, és akit ez a szenvedély elkísér egész életében, sokkal egészségesebb felnőtt lesz, sokkal teljesebb életet tud élni, mint aki nem ismeri a mozgás örömét. A díjazottak sokasága is mutatja, hogy Gyulán az iskolák és a sportegyesületek is prioritásként kezelik a tehetséggondozást és azt, hogy a mozgás örömét már fiatalkorban megszerettessék a diákokkal.